Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója szerint a társadalom túlzottan leegyszerűsíti ezt a kérdést, és hajlamos minden ilyen fiatalt problémás gyerekekként beállítani. Ezek a gyerekek ugyanis megérdemlik azt, hogy szakmailag jól felkészült, elkötelezett pedagógusok és nagybetűvel emberek foglalkozzanak velük. Minden ilyen program, képzés, konferencia ezt a célt szolgálja, segíti. A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, vagyis az ADHD a szakirodalom szerint neurológiai természetű, veleszületett vagy fejlődési rendellenesség, amelynek vezető tünete a figyelemzavar, kísérő tünete pedig a hiperaktivitás, a feledékenység. Az ADHD-nak nevezett tünet együttes nem olyan betegség, amely az érintett fiatalokat megfosztaná a tanulás és a normális élet esélyeitől, hangzott el a konferencián. A Szivárvány Intézmény utazó gyógypedagógiai hálózata éppen ezért idéntől már nem csupán a gyógypedagógusoknak biztosít lehetőséget a csatlakozásra. Az ADHD témakört azért választottuk, mert úgy vettük észre az ellátási tapasztalatainkból, hogy egyre több gyerek érintett ebben a dologban, és egyre több gyerekről megállapítják, hogy aktivitás figyelemzavaros vagy hiperkinetikus tünetei vannak, ami az ADHD-ra utalhat. A konferencia iránt nagy volt az érdeklődés, több mint 200 pedagógus érkezett, hogy a téma szakértőinek előadásait meghallgassa.